Két napos magyar kanizsai látogatáson tartózkodott szeptember 22-én és 23-án Hajnal Jenő, a Magyar Összefogás lista vezetője, a Magyar Nemzeti Tanács elnök jelöltje. Körútja keretében látogatást tett a község településein is, meglátogatta az MNT ösztöndíjasait, járt a magyar kanizsai intézményekben is. Egyebek között a KNESA oktatási és művelődési intézményben, a Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézményben, a József Attila könyvtárban, továbbá a regionális kreatív műhelyben. Hador Jánon a Szőke Tisza Művelődési Egyesület tagságával beszélgetett, majd Magyar Kanizsán és Horgoson a Néptánc Egyesületek táncpróbáját látogatta meg. A Nemzeti Tanácsnak bár négy területe van, ugye az oktatás, a kultúra, a tájékoztatás és a hivatalos nyelv és írás használata, de ezek mind valahol együtt összefognak bennünket, meghatároznak bennünket. Azáltal, hogy magyarok vagyunk, nyelvünkön, képzettségünkön, identitástudatunkon keresztül, és hát ezeket a szempontokat gondolom én, hogy itt próbáljuk most ugye leellenőrizni, megnézni, hogy ez a rendszer, ez az elgondolás a következő négy évben hogyan működhet, hogyan látják ezt az emberek, a fiatalok egyebek között, milyen támogatottsága lehet mindennek. És hát az a tapasztalatom, ugye, hogy egyrészt az egyetemi hallgatókat, az ösztöndíjasokat körbejárva, a tótfalusi tájházba ellátogatva, vagy ma Magyar Kanizsa legjelentősebb intézményeit körbejárva, de Horgosra, Adorjánra elmenve, vagy Saveli Natyát fölkeresve Martonoson, mindenhol azt láttuk, azt tapasztaltuk, hogy az összefogásnak az az ereje, amely az egyházakra, a civilekre, az értelmiségre és a Vajdasági Magyar Szövetségre támaszkodik, valójában egy nemzeti tanácsi programot tud és akar támogatni.